Volt, akik lufikkal készültek a VNT családi napjára szombat reggel, míg mások már korán nekiálltak a répapucolásnak és aprításnak, hogy a főzőversenyre minél finomabb ebéd készüljön. A cég vezetői ezúttal kötetlen környezetben várták a dolgozókat, azzal a céllal, hogy a családi nap támogassa és fejlessze a vállalati kultúrát. Az egésznapos programok alatt főzőversennyel, táncbemutatókkal, íjászattal, míg a legkisebbeket népi fajátékokkal, a Futura kalandobozzal, arcfestéssel, csillámtetoválással és bütyköldével várták. A főzőversenynek nagy sikere volt a csapatok között. Irisbabot készítünk, szigetközi módra. Ez mit akar, hogy szigetközi módra? Hát itt vágták le a marhát. Szigetközi marhából van, és nem darátusból. Nem pulykahús, hanem marhahús. Hát egy kicsit másképpen. Újra értelmezve. Nagyon finom lesz. Székely káposztát készítettünk, lapockából, combból, meg füstölt csülökből. Hagymát pirítottunk szalonnával, meg lett dinsztelve ugye a hagyma, utána a fehérre pirítva a hús, utána pedig hozzáadott káposztát. Fűszerek, ugye majoranna, bors, só, paprika, ami hozzá kell, és reméljük, hogy ízleni fog mindenkinek. Csülkös babbal készültünk a mai napra a kedves széges vendégeknek. Két kondérral készültünk, az egyikbe tarhonyával van ízesítve, a másik pedig egy hagyományos csülkösbab lesz. A VNT Automotive élen jár az acél és alumínium lemez formázó szerszámok készítésében és beszerzésében, valamint elismert acélalkatrész és szerkezeti elembeszállító. A cég 140 éves tapasztalattal rendelkezik a szerszámgyártás területén, Moson-Magyaróváron pedig több mint 500 dolgozót foglalkoztatnak 75 millió eurós éves összforgalommal. A VNT Automotive egy nemzetközi autóipari beszállító cég, egyrészt mélyhúzó szerszámokat fejlesztünk Ausztriában, másrészt pedig alkatrészeket gyártunk Moson-Magyaróváron, Magyarországon, és az európai autóipar részére szállítunk acéllemezből, alumíniumból és nemes acélból készült karosszéria és struktúrtételeket. A programokat igyekeztek úgy összeállítani a szervezők, hogy kicsik és nagyok is jól érezzék magukat. A nap folyamán volt foci mérkőzés, tűzoltó bemutató, de fellépett Töreki Zsuzsi és az Aranykapu zenekar is. A programokat pedig a legkisebbek is nagyon élvezték. A malomba, a malomba, három tarka macska, három tarka macska. Mi elmentünk egyet focizni apukámmal, megkaptam csillámtetkókat, meg ilyen... egy ilyen unikormist. Meg arcfestést is. És hogy érzed magad itt a mai napon, a családi napon? Nagyon jól. A cég vezetői mindent megtesznek annak érdekében, hogy dolgozóik a jövőben is megbecsülve érezzék magukat. Vállalatunknak alapvetően jól összeállított stratégiája van. Több mint 25 éve vagyunk jelen itt Moson-Magyaróváron. Állandóan és folyamatosan fejlődünk. Az ügyvezetés célja Christian Kallinger és magam képviseletében a vállalatot továbbfejleszteni. Teljesen konkrét elképzelésünk van arról, hogy miként szeretnénk a vállalatot itt Moson-Magyaróváron továbbfejleszteni. Ehhez természetesen egy stabil, motivált, jól oktatott csapat egy lényeges tényező. A VNT Automotive családi napját aztán Betty Love koncertje zárta, amin már többen táncra is perdültek. Köszönjük szépen!